Növekszik a tömeg, gondolom. Nem plusz 50% Hátulnám mozog. Facebook, ja itt van. Szia. Itt az Ádám. Hello. Na mégis csak vissza jössz. Na látod. Na már meg is van az indok. Hátrálok, még rendelek volna. Kitartunk továbbra is. De nem azért. Az éhezők száma megnövekedett. Csatlakozott hozzánk Patakfalvi Sándor, a Duna Televízió oszlopos tagja. Azt hiszem, hogy tényleg de itt vagyok. De itt vagyunk, és hát csatlakoztak hozzánk a Szolidaritás Mozgalom oszlopos tagja is. Köszönjük, hogy eljöttek és kifejezik szolidaritásukat. Erről szól a dolog. A társadalom szolidaritását várjuk itt, és hát reméljük, hogy nem kell sokáig várni. Így van? De most éppen van, Békés Csabára jöttünk, és a Békés Csabaiak üdvözletét hozunk. Köszönjük a Békés Csabaiak szolidaritását. Békésen is. De nem, tehát Békésen üdvözlet. Köszönjük szépen. Meghívhatunk bárkit is. Egy kis meleg teára. Meleg hideg teára. Hideg csaba. Nem iszunk meg a meleg teát. Nem. Fel kéne mennem a newsroomba, ott megmelegíteni. Felajánlom, mert sok sokik a nem, köszönöm. Newsroom. Ígyatok csak. De... Én hoztam nektek valamit, de ezt nem kamerában. Nem szabad. Volt egy szavazás, hogy a tej az táplálék, vagy nem. Igen, és... hát itt próbálták befolyásolni alelnököket, de az elnök úr telefonon megadta az instrukciót, tehát a tej az táplálék, ezért nem fogunk tejet fogyasztani. És semmilyen tejterméket Semmilyen tejterméket, ivó joghurtot sem. Az a kérdés, hogy megérdemlik azok az emberek, akik miatt ezt vállalják? Azt hiszem, hogy azért, mert nevetgélünk, azért most már lassan másfél nap eltelik. Egyelőre nem volt semmi fajta reakció, legalábbis onnét, ahonnét kellene. Mi azt mondjuk, hogy lehet, hogy megpróbáljuk ezt egy kicsit könnyedén felfogni, de egyáltalán nem könnyedén felfogott dologról van szó, hanem botrányos, elfogadhatatlan. Ahol lehet, hogy egy-két ember személyes példája, vagy egy-két civil, vagy szakszervezeti vezetőnek a jelenlétés mutatja, hogy itt annél sokkal súlyosabb dologról van szó, mint ahogy úgy tűnik néhányan gondolják. Én azon, tehát ugye nekem sincs tapasztalatom az ilyen jellegű kétségbeesett demonstrációban, amikor az ember saját maga ellen fordul, de azt végig gondolták, hogy mit gondolnak azok, akiknek most lépniük kell. Tehát valószínűleg elolvasták az újságot, vagy valahogy nyilván itt az őrökön keresztül, meg egyébként is értesültek erről az éhségsztrájkról, de szerintem önök csak egy átugrandó probléma halmot jelentenek. A kérdés az, hogy mekkorának érzik ezt a problémát. Én azt hiszem az, hogy mi történik itt, arról mindenki tud most már. Az egy szégyen és gyalázat, és el kell mondani a hatályos jogszabályok megsértése, hogy a közszolgálati televíziók, amelyeknek az épület előtt, ez a közös épület előtt állunk, nem számolnak be erről az eseményről, amelyről más média beszámol, ha a közszolgálatnak ez törvényi kötelezettsége lenne. És azt hiszem mindenki tudja, hogy mi az a lépés, amit meg kell tenni ahhoz, hogy ez az általad kétségbe esettnek nevezett akció véget érjen. Azt hiszem eljött az a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy nem csak hogy elég volt, de hogy egy olyan pillanatig jutottunk el, hogy innét már nincs tovább. Igen, kicsit saját magunk ellen fordulunk, hiszen a saját szervezetünkről van szó. Lehet, hogy olyanokért hozunk áldozatot, akik persze, hogy nem érdemlik meg, de mások meg lehet, hogy egy példát vesznek tőlünk, hogy ki kell lépni, el kell mondani, hogy mi történt. Ebből az épületből is a kollégáknak el kell felejteniük, hogy félnek, hogy lehet, hogy kirúgják őket, ide kell jönni, el kell mondani a nyilvánosság előtt, mi történik itt nap, mint nap. Ha elnézik ők is azt, hogy mit éhezünk, ha elnézik azt, hogy ez akár
súlyosabb dolgokhoz is vezethet, akár a saját egészségünknek a sokkal komolyabb veszélyeztetése is elképzelhető lesz, és hogyha ezt mindenki végignézi, akkor szerintem mindenkinek le kell vonni azt a tanulságot, hogy mit ér az emberi lelkiismeret, mit ér az, hogy azt mondjuk szavakban, hogy demokrácia van, azt mondjuk, hogy persze sajtószabadság van, ha saját magunkért sem tudunk kiállni. És ott azért megszorítom egy picit a kollégákat, a sajtó munkatársait, akiknek egy része becsületesen beszámol arról, hogy mit történik itt, de a másik része még mindig fél, retteg, hogy jaj, mi történik, ha ő elmondja azt, ami az igazság. Én nem szeretnék, megint csak azt tudom mondani, olyan országban élni, 20 évvel a rendszerváltozás után, ahol félni kell azért, hogy valaki elmondja. Egy újságíró, aki erre tette föl idézőjelben az életét, hogy elmondja, hogy mi az igazság. Mi nem félünk, itt maradunk. Mi történt tegnap óta, tehát több mint 24 órával ezelőtt jártam itt. Körülbelül nagyságrendekben el tudja mondani azt, hogy volt-e valamilyen reakciója annak, amit itt elkezdtek? Hát az, ha itt kamera egy kicsit körbe tekint, mi úgy jöttünk ide, mivel nem szoktunk éhségsztrájkot folytatni, mindannyiunknak ez az első éhségsztrájk az életében, ez nem olyan dolog, amiben lehet könnyedén játszani. Mindez a dolog, ami itt van, ez mások által idehozott dolog. Civilek, olyan emberek, akiknek semmi közük a médiához, azok hoztak ide dolgokat, és azok ajánlották fel a segítségüket. Egyelőre csak folyadék kell nekünk, meleg tea és meleg ruha, és valami a lábunk alá, hogy ne fagyjunk meg idő előtt. Ez szerintem ez már jelző, hogy van azért az emberekben, sok emberben egy szolidaritás érzés, egy olyan, hogy lehet, hogy csak ennyit tudok tenni, de ezt megteszem, ennyivel kifejezi, hogy támogatja azt a célkitűzést, amiért ez az egész akció elindult. És hát van egy másik része ennek azért, ezt ne felejtsük el. Elkezdtünk egy mozgalmat is, hogy ennél azért már több van, mint hogy egy konkrét esetben, hogy hamisítanak vagy csalnak a közszolgálati médiában, ami szintén azért botrányos. Elindítottunk egy mozgalmat, amely mindenkihez szól, ez a tisztességes tájékoztatásért mozgalom, és ide lehet leadni azokat a piros lapokat, amelyeket felmutatnak a médiacsalóknak, a közmédia hamisítóinak és a közmédia vezetőinek, akik színjátékot rendeznek vizsgálatokból, akik elnézik ezt most már hónapok óta az egész világ, egész ország szem előtt, hogy itt mi történik. Vannak benne már lapok, lehet hallani. Van, aki ragaszkodott hozzá, hogy kettő lapot is bedobjon, de mondtuk, hogy egy elég lesz, mindenki érti az üzenetet. Kérünk mindenkit, akinek bármikor lesz ideje holnap, vagy ameddig ez a tiltakozó kétségbe esett demonstrációt tart, hogy hozza el azt a piros lapot ide, és adja le ezt a szavazatot, ezt, és mutassa fel ezt a piros lapot, és ha akar, írja le, hogy mi a vélemény erről az egészre, mi történik, és mit üzen azoknak, akiknek felmutatják ezt a piros lapot. Kollégák részéről hát nem voltam itt napközben. Jöttek néhányan, kevesen jöttek, sokan jöttek, telefonáltak, hátat fordítottak, elslisszoltak. Ugye holnaptól viszont munkanap van, tehát most hétvége volt, tehát holnap valószínűleg nagy üzem lesz itt kora reggeltől kezdve. Tehát akkor is majd kiderül, hogy hogyan reagálnak az emberek. A többség, aki itt eljött, ugye hétvégen valóban sokan azért nem dolgoznak, azok azt mondták, hogy köszönjük, hogy a nevünkben ezt megteszitek. Volt, aki elnézést kért, hogy fél és nem meri még megtenni, és gondolkozik. Volt, aki csak annyit kérdezett meg, hogy hideg van-e, vagy fáztok-e, de én ezt is úgy veszem, hogy egyfajta szimpátia ennyit ki akart mindenképpen fejezni. Voltak, akik nem itt dolgoznak, régen dolgoztak a médiában, is idejöttek. Itt volt az MTI, volt vezetője, közvéleménykutató cég igazgatója, volt olyan újságíró, ugye Lovasz Zoltán, aki a rendszerváltás idején komoly szerepet játszott abban, hogy tényfeltáró
dokumentumok történjenek arról, ami abban az országban, ahol élünk, megtörténhetett. Várjuk meg a többieket, a többi kollégát is. Tudják most már talán, ha nem is a közszolgálati televíziókból, hogy hol vagyunk. Van szerencsére más média. És azt hiszem, mi itt maradunk, amíg itt kell maradnunk, és ezek a gyűjtőládák is itt lesznek, vagy gyűjtődobozok. Holnap meg lesz ugyanez a Magyar Rádió épület előtt, tehát aki nem tud idejönni, ott is leadhatja a piros szavazatát, és hasonló lesz majd a Naphegy téren is, tehát ha valaki mindenképpen fel akarja mutatni a piros lapot mondjuk a média támogató alapnál, médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő, ez a szörnyű nevű rövidítéssel inkább alapként emlegetett intézménynél, az ott is megtett, és a MT székházat leadhatja ezt a felmutatott piros lapot. Várunk mindenkit, újságíró szakma mellett várjuk az egyszerű polgárokat, pártbeli egyéb megkülönböztetés nélkül, nem azt nézzük, hogy ki honnét jön, hanem hogy ki mit akar és mit támogat. Szerintem mindenki ugyanazt akarja. Egy normális országban én, ahol nem kell attól félni, ami a véleménye valakinek, nem kell egyetérteni egymással, de el kell fogadni, hogy a vélemények szabadak, és egy olyan sajtóban akarunk dolgozni, egy olyan sajtóból akarjuk szerezni az információkat, ahol azt a alapvető törvénynek is nevezhető sajtóetikai normát mindenki követi, hogy nem mondunk valótlant, megpróbáljuk mindig az igazat mondani. Hányadik óra arankra, mert most már lemaradtunk a 25. óránál is a Facebookon. Na, itt van a laptop. Annyit kellene, hogy nekem most a sötétben, tudod, már nincs bagoly szemem, hogy valaki el kellene kezdeni. Jó, elkezdem, igen. Aranka maga sokat volt bent, Sándor már 2 órája itt éhezik, tehát Sándornak kell. Akkor én most bemegyek, ez az új, ugye? Ez a éjség egy dizájn. Néha Facebookon is kicsúszik, becsúszik egy-egy kép, aztán nem sikerült kitakarni. Szóval, hogy senki ne hogy azt tudja, hogy itt hízókúrán vagyunk. Hát, valószínűleg nem igazán akkor is. Na, akkor hol az agép, Balázs? Mindjárt, hogy járjunk. Gyere! Tessék, hogy Van kedvük ehhez a dologhoz hozzáfűzni valamit azon túl, hogy a fizikai jelenlétükkel mellé álltak? Van. Igen. Hát szerintem rendkívül fontos az, amit a Balázs elmondott, és ami itt vannak. Abszolút azt tapasztaljuk az elmúlt egy évben, hogy messze nem szabad a sajtó Magyarországon. Ez egy alapja a demokráciának. Itt tényleg arról szól, amit próbálunk mondani, hogy itt már messze nem demokratikus országban élünk. Ilyet nem lehet csinálni, és ez nem az első jele, de nyilván náluk most szakadt el a cérna. Ki kell állni az embereknek a saját érdekeikért, ki kell állni a sajtószabadságért, fontos az, amit most ők csinálnak. Csak az a baj, hogy még nagyon kevesen értették meg. Van egy 1 millióan a sajtószabadságért nevű szervezet is többek között. Ha 1 millióan nincsenek is, de már volt olyan helyzet, amikor több 10 000 embert meg tudtak mozgatni. Most tényleg egy konkrét ügyről van szó. Nem csak általában a törvénykezésről, amikor konkrét ügyről a sajtó szabadsága, vagy rabsága, vagy a rabsága ügyében. Vajon megmozdulnak-e az emberek, vagy egy-egy ilyen hétvégi kirándulással, egy parlamenti megmozduláson való részvétellel le tudják az állampolgári kötelezettségeiket? Bízom abban, hogy megértik ezt az üzenetet, és mozdulni fognak az emberek.
közösen lehet csak föllépés, az a lényege, hogy összefogunk és nagyon sokan lépünk föl. Remélem, hogy holnap munkanap lesz, máshol szól a dolog. Mi most jöttünk vissza vidékről, tehát ezért nem tudtunk korábban itt lenni, de én azt gondolom, hogy azok az emberek, akiknek fontos volt, hogy kimenjenek a sajtószabadságért tüntetni, azok most megértik azt, hogy itt most olyan kollégák vállalják, tehát a sajtóban dolgozó kollégák, azt, hogy akár az egzisztenciájukat is kockáztatják, de számukra fontos az, hogy miről szól a sajtóetika, miről szól az, hogy sajtószabadság, és ezek az emberek kiálltak, nekünk meg az a dolgunk, hogy kiálljunk mellettük. Felvételvezetők ritkán szoktak politikai jogokért megmozdulni. Az én emlékezetem szerint én is ugyanebben a szakmában dolgozom, amiben a televíziósok. Egy mondatot tudnék hozzáfűzni az egészhez, hogy a volt Duna TV-ben ez nem fordult volna elő. Ennyi. Ha nem vonnák össze és nem központosítanák a híreket, akkor ez nem történt volna meg. De egyébként miért is kell sajtószabadság? Csak nem azért, hogy ne csapassák be az embereket? Nem, az objektív tájékoztatás miatt kéne a sajtószabadság, hogy a különböző médiák elmondhassák szabadon azt, hogy mi a véleményük egy adott hírvel kapcsolatban, hisz attól lesz színes a társadalom és objektív a tájékoztatás, hogy mindenki a saját szemszögéből tudja elmondani azt, hogy adott hír az miről szól. És hogyha, ugye miután az ember nem tud mindenhol egyszerre ott lenni, hogyha nem értesül azokról a dolgokról, amik a társadalomban vannak, akkor tudatlan marad, a tudatlan embert pedig nagyon könnyű becsapni. Akit meg becsaphatnak, az kiszolgáltatott, azt hiszem, hogy ez egy elfogadható levezetése annak, hogy miért is fontos az, hogy becsületesen tájékoztassák az embereket. Így van, a tisztességes tájékoztatás, de azt gondolom, az, amit ön elmondott, nagyon jó példa az, hogy az itt történt másfél napról mennyi volt a médiában, milyen híradások voltak a közszolgálati televízióban, annak ellenére, hogy itt a székház előtt van ez a demonstráció. Ennyire független a sajtó.